Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Egy olyan csoport történetét vizsgálnánk most meg, amelynek meglehetősen hányattatott a története, rendkívüli küzdelmekkel teli, a hugenottákról van szó. Kik is egyáltalán ezek a hugenották, honnan indultak, hogyan jöttek létre, és egyáltalán mit is tudhatunk róluk, ezeket a kérdéseket vizsgálnánk most ebben a két részes előadásban. Ugye a reformáció történetét, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez a mozgalom alapvetően Németországból indult ki. Egyrészt Németországban bontakozott ki tehát először Luther fellépése nyomán 1517-ben, másrészt meglehetősen hamar elindult Svájcban is, ugye az 1520-as években Ulrich Zwingli vezetésével, aki Zürichben volt prédikátor és nagyhatású reformát eszmék terjesztője. Franciaországban is azt lehet mondani, hogy hamar megjelentek a luteri eszmék. Már az 1510-es évek végén tudunk arról, hogy a Párizsi Egyetemen, amelyik ugye meglehetősen nagy múltra tekintett vissza már akkor is, tehát a Párizsi Egyetemen beszélgettek, gondolkodtak Luther eszmeiről, és hát a Párizsi Egyetem és egyáltalán a városvezetés igen hamar föllépett ez ellen, és hát ö, hamar tiltó rendelkezéseket hoztak hogy a luteri eszmék ne terjedhessenek tovább. Igen ám, de azt láthatjuk, hogy az 1520-as évek elején azért Franciaországban egyre többen tették magukévá ezeket az eszméket, és 1523-ban bizony már tudunk olyanról, hogy egy embert kivégeztek egész egyszerűen amiatt, hogy a luteri tanokat terjesztette. És utána még több kivégzésről tudunk, tehát azt lehet mondani, hogy az állam és az egyház együttműködésének köszönhetően tehát a, a, az akkori állam, illetve a római katolikus egyház együttműködésének köszönhetően igen hamar gátat akartak vetni ennek a, a, az eszmeiségnek a terjedésének. 1540 és 1560 között körülbelül 600 hitvallót végeztek ki. Tehát ugye, ahogyan haladunk előre a történelemben, az időben, azt látjuk, hogy bizony egyre nehezebb lett a francia protestánsok helyzete, akik ugye komolyan vették azt, hogy hát más eszmeiség is létezik a római katolikus eszmeiségen kívül, és milyen érdekes, pontosan ennek az üldözésnek, vagy üldözési hullámnak köszönhető, hogy maga Kálvi János is, aki egyébként ugye francia születésű volt, francia származású volt, maga Kálvi János is el kellett, hogy menjen aztán Genfbe. Tehát tulajdonképpen neki sem volt maradása Franciaországban, ő a biztosabb utat választotta, tehát ő azt választotta, hogy egy olyan városba megy, egy olyan helyre megy, ahol az ő reformát eszmeit befogadják. Ez lesz Genf, 1536-ban érkezik Genfbe, 1538-ig van ott, aztán ugye a városvezetés eltanácsolja, de 1541-ben visszahívják, és egészen 1564-ig tartózkodik a városban, tehát haláláig, és meghatározó vallási vezetője lesz Genfnek. Nem káviról kell azonban elsősorban szólnunk, de mindenféleképpen meg kellett, hogy említsük kávé nevét. Hiszen az ő életútja is példa arra nézve, hogy mennyire nehéz volt a francia protestánsok helyzete. Azért lényeges erről a kérdésről szólnunk, mert ugye Genf egyrészt francia nyelvterületen fekszik, tehát Svájcnak azon részén, ahol a francia nyelvet beszélik, de mégis azt látjuk, hogy ez a város nem csak ebben a században, hanem később is hatalmas segítségévé vált mindazoknak, akik lelkiismereti meggyőződésük miatt valahol üldöztetés szenvedtek. Calvin is ezt élte meg, és még sokan ezt élték meg. Más kérdés egyébként, hogy vitatható Calvin ténykedése, Genfi ténykedése, ez egy másik történet, erről nem tudok most részletesen szólni. De minden esetre azt látjuk, hogy ilyen módon Svájc segítséget nyújtott a franciáknak. De Calvin szerepe azért is lényeges, mert azt látjuk, hogy ugye földrajzi értelemben is ez az ága a protestantizmusnak, tehát ez a svájci ág, ugye a német ággal szemben, tehát a luteri ággal szemben, tehát ez a svájci a protestantizmusnak, ez földrajzi értelemben is közelebb volt Franciaországhoz. Tehát teljesen egyértelmű és teljesen kézenfekvő volt, hogy a protestantizmusnak majd ez az irányzata fog elterjedni Franciaországban, és így is történt, tehát a reformált eszméknek a svájci vonalat, tehát a későbbi református egyház mindig is erősebb volt Franciaországban, és azt lehet mondani, hogy a francia protestantizmus a református egyház jegyeit viselte magán. 1559-ben tudunk egy olyan hitvallásról, amiben egyébként Calvinnak hatalmas szerepe volt, tehát amelynek a megalkotásában Calvinnak hatalmas szerepe volt, ez lesz a Confessio Gallicana. Ez egy hitvallási írat volt, és gyakorlatilag ugye a francia protestánsokat fogta össze ez a hitvallás. Párizsban egy titkos zsinaton fogadták el ezt egyébként. Nagyon jellemző különben ez a bizonyos kifejezés, hogy titkos zsinat, mert abban az időben bizony szabadon nem lehetett összejöveteteket tartani a protestánsoknak. Tehát, hogyha valamiféle egységes látást akartak kialakítani, vagy egyáltalán csak Isten tiszteletre akartak összegyűlni, akkor bizony ezt a megoldást kellett, hogy válasszák, hogy a lehető legnagyobb titokban gyűjjenek össze. 1559-ben ez megtörtént, és Kávé segítségét kérték, hogy egy ilyen hitvallást alkosson meg. Ez meg is történt, és gyakorlatilag úgy lehet mondani, hogy szervezetformában innen datálható a franciaországi protestantizmusnak a létrejötte. Ebben az időben egyébként körülbelül félmillió protestáns volt Franciaországban, tehát az 1540-es, 1550-es években. De azt látjuk, hogy ez a szám ez meglehetősen hamar emelkedett. Tehát az 1560-as és 1570-es években már azt látjuk, hogy körülbelül két milliós a protestáns közösség száma. Ugye ez meglehetősen nagy arány, hogyha azt vesszük, hogy Franciaországban ekkor mintegy 20 millióan éltek. Tehát a lakosság körülbelül 10%-a fogadta el a protestantizmust. Meglehetősen nagy ez az arány, hogyha arra gondolunk, hogy ugye az egész mozgalom az 1510-es évek végén, 1520-as évek elején indul, tehát óriási volt a térhódítása, azt lehet mondani. Ekkortól kezdve beszélünk tehát hugenottákról, korán megjelenik egyébként ez az elnevezés, hogy milyennek az elnevezésnek az eredete, hát ezt bizony nem lehet pontosan tudni. Egy olyan magyarázatot szeretnénk most adni, amely talán a legelterjedtebb, de ez sem áll igazán biztos lábakon, és minden esetre még két vagy háromféle magyarázat létezik a szakirodalomban. Minden esetre ez szerint a magyarázat szerint, ugye volt egy mondabeli király, egy Hugo nevű király, egy délfranciaországi mondában maradt ez fönn, és ez a Hugo nevű király szellemként éjszaka járt az utcákon, és hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy gúnynép volt, amit a francia protestánsokra aggattak, hiszen azt mondták, hogy ti is ilyenek vagytok, mint ez a mondabeli király, hogy éjszaka gyűltök össze, titokban gyűltök össze, tehát elnevezték őket hugenottáknak. De még egyszer mondom, ez az egyik fajta elmélet, aztán van egy másik, harmadik, negyedik fajta elmélet is. Különleges minden esetre ez az elnevezés, hogy hugenották, vagy hugenották története, de hát alapvetően erről beszélünk, a franciaországi protestantizmusról, és őket így szokták tehát nevezni. 1562-ben létrehoztak, illetve kiadtak egy olyan ediktumot, ez volt a Szent Zsermeni ediktum, amely megengedte a protestánsoknak, hogy a városokon kívül Isten tiszteleteket tarthattak. Ez az 1562-es Szent Zsermeni ediktum ez azért lényeges, mert egyfajta jogokat biztosít a francia protestánsok számára. Igen, ám, de úgy is mondhatjuk, hogy ezt a katolikus egyház, meg egyáltalán az államhatalom szinte, mintha jelnek érzékelte volna. Olyan értelemben, hogy pontosan 1562-től kezdve beszélhetünk a vallásháborúk időszakáról Franciaországban. 1562-től egészen 1598-ig összesen 8 ilyen vallásháború volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a protestantizmusnak a helyzete ahelyett, hogy rendeződött volna, és ahelyett, hogy egy kicsit könnyebbé vált volna, ahelyett egyre nehezebb lett, hiszen gyakorlatilag a fizikai épségükben voltak veszélyeztetve mindazok, akik protestánsok voltak ebben az országban. Természetesen nem csak vallás jellege volt ennek az összeütközésnek, nyugodtan nevezhetjük ezt polgárháborúnak is, de a vallás és a polgárháborús szál az itt ebben az esetben összefonódik. Nyolc ilyen vallásháborúról tudunk tehát, és én csak egyről szeretnék megemlékezni, amely igen-igen fontos, és talán a legborzalmasabb a 16. századi francia egyháztörténelemben. Ez pedig nem más, mint az 1572. augusztus 23-án, 24-én éjjel lez, lezajlott úgynevezett Szent Bertalan vérnász. Hát mi is volt ez a Szent Bertalan vérnász? 1572. augusztus 24-én történt egy olyan esküvő, amely hát meglehetősen magasrangú volt, egészen pontosan az akkori király testvére Valoá Margit és egy bizonyos Bourbon navarrai Henrik házasodtak össze. A házasságnak az volt egyébként a különlegessége, hogy vegyes házasság volt, tehát egy katolikus fél és egy protestáns fél házasodott össze. Ennek köszönhetően egyébként az esküvőn számos ember részt vett, számos magasrangú ember, és a hugenották között is voltak rengetegen, akik magas tisztségeket töltöttek be, és nemesek is voltak. Tehát azt lehet mondani, hogy a hugenottáknak a felső rétege, vagy a felső vezetése, vagy akik társadalminak különlegesebb helyzetben voltak, azt lehet mondani, hogy bizony ezen az esküvőn és az azt követő mennyegzőn, tehát lakodalmon ezen részt vettek. Döbbenetes módon ezt az alkalmat használták ki az államvezetés, illetve az egyházzal összefonódott és együttműködő államvezetés arra, hogy a protestantizmussal leszámoljanak Franciaországban. Ez volt az első hatalmas kísérlet, ugye ezt megelőzően is tudunk kísérletekről, ezekről ne feledkezzünk meg, de ez volt az első leghatalmasabb kísérlet arra, hogy valóban megtörjék a protestantizmus gerincét olyan értelemben, hogy fizikailag semmisítsék meg mindazokat, akik másként gondolkodnak, mint az akkori hatalmi egyház. 1572-ben ezen az esküvőn Párizsban több ezer embert gyilkoltak meg, több ezer protestánst gyilkoltak meg, tehát rengeteg hugenotta nemest, és bizony vidéken is folytatódtak az öldöklések, tehát ez az esküvő volt a jel, arra nézve, hogy ezt a mészárlást, ezt véghez vigyék. Hogy pontosan mennyi is volt az áldozatok száma, ezt a mai napig nem lehet egészen pontosan megmondani. Minden esetre mértékadó becslések valahol 20 és 30 ezer közé teszik az áldozatok számát, tehát azt lehet mondani, hogy bizony rengeteg protestánst kivégeztek ezen az éjszakán, illetve az azt követő napokban. Nagyon szomorú egyébként ez, hogyha belegondolunk abba, hogy mint egy 40 éve vagy 40-50 éve indult el, tehát ez a mozgalom maga a protestantizmus Franciaországban, és bizony a kezdetektől fogva rendkívül súlyos nehézségekkel kellett, hogy szembenézzenek. Bourbon vagy Navarrai Herrick nevét említettem az előzőekben, ugye ő volt az, aki protestáns félként részt vett ezen az esküvőn. Meglehetősen érdekes egyébként az ő története. Hogyha belegondolunk abba, és hogyha egy kicsit utána nézünk az ő életének, akkor azt látjuk, hogy hát érdekes módon több áttérése volt. Tehát ő hol protestáns volt, hol katolikus. Nagyon érdekes az ő pályafutása. Minden esetre ugye protestánsként házasodik, aztán áttér katolikusnak, aztán megint protestáns lesz, és protestánsként választják királyjá 1589-ben. Tehát egy egészen különleges hátterű embert választanak királyá, és 1589-től 1610-ig ül Franciaország trónján, negyedik Henrik néven. Azért fontos az ő tevékenysége egyébként, és azért említem meg az ő királyságát, mert ő lesz az, aki végül lezárja ezeket a vallásháborúkat, amelyek tehát 1598-ig tartottak. Ő lesz az, aki a nyolc vallásháborúnak véget vet, és ugye 98-ban, ha nagyon nagy nehézségek árán is, de végül is sikerül elfogadtatnia az akkori francia parlamenttel az úgynevezett nanti türelmi ediktumot. A nanti türelmi ediktum gyakorlatilag vallásszabadságot biztosított a protestánsok számára. Nem lehet azt mondani, hogy ez egy teljes értelembe vett vallásszabadság lett volna, sokkal inkább mondhatjuk azt, hogy bizonyos korlátozásokkal érvényesült ez a vallásszabadság, és egyetlen érdekesség még, ha egy picit visszakanyarodunk az időben, negyedik Henrik történetéből, hogy ő ugye protestánsként kerül a trónra 1589-ben, de rendkívül érdekes az, hogy egyáltalán őt megválasztják. Minden esetre ő is tudja valahol a lelke mélyén, hát ezt ugye nyilvánvalóvá is tették neki, hogy sokáig ez nem tartható. Tehát egy ilyen országban, ahol a katolikus vallás, a római katolikus egyház ennyire erős, azért protestáns vallásúként ne legyen valaki, ne legyen senki se király. És negyedik Henrik bizony némi hezitálás után úgy dönt, hogy fölveszi a katolikus vallást, áttér egyébként újra a katolikus hitre 1593-ban, és tőle származik az a mondás, hogy Párizs megír egy misét. Én azt gondolom, hogy a tévénézők közül is sokan hallották már ezt a mondást, tehát ide vezethető vissza Párizs megér egy misét, megéri a királyi trón azt, hogy katolikus vallásúvá legyek, mondta negyedik Herrik, de az az érdekes egyébként, hogy a lelke mélyén mégiscsak azt látjuk, hogy ez a király, ez valahol protestáns maradt. Hiszen ne felejtsük el, amint az előzőekben is utaltam rá, hát ő lesz az, aki 1598-ban kiadja ezt a bizonyos türelmi ediktumot, vagy türelmi rendeletet. A nanti türelmi rendeletnek egyébként óriási volt a hatása, nem csak abban a században, hanem a későbbiekben is. Azt lehet mondani, hogy mindig is egy viszonyítási pont volt a francia egyháztörténelemben. Más kérdés egyébként, hogy nagyon sokan nem vették figyelembe, vagy nem tartották be ezt a rendeletet, tehát maguk az uralkodók is bizony átléptek ezen, de minden esetre akkor abban az évben ezt a rendeletet, ezt elfogadták és ahogyan említettem is, bizonyos korlátozásokkal ez azért szabadságot biztosított a protestánsoknak. Különleges ez a rendelet, vagy különleges ennek a rendeletnek a történetnek a háttere is olyan vonatkozásban, hogy ugye említettem azt a számot, hogy az 1560-as években körülbelül mintegy két millió protestáns volt Franciaországban. Igen ám, de a vallásháborúk, illetve az üldözés hatására és a Szent Bertalan hatására ez a szám ez elkezdett apadni. És amikor a rendeletet kiadják 1598-ban, akkor már alig több, mint a fele a protestánsok létszáma a korábbinak. Tehát ekkor kb. 1,2 millióan vannak, tehát radikálisan lecsökkent a számuk, azt lehet mondani. Az 1600-as években azt látjuk, hogy a hugenották helyzete, tehát a francia protestánsok helyzete, bár nem volt könnyű, de mégis csak azt lehet mondani, hogy egy viszonylagos nyugalom jellemezte ezt az időszakot. 1629-ben megerősítik a nanti türelmi rendeletet egy némi ediktummal, tehát ebben a városban adják ezt ki, és 1629 után kisebb-nagyobb nehézségek árán, de a protestantizmus tovább létezhet Franciaországban. Nagyon érdekes egyébként az, hogy a református közösség vagy református kisebbség Létét, hiszen amikor protestánsokról beszélünk Franciaországban, akkor gyakorlatilag reformátusokról beszélünk, tehát azért megtűrték, de korlátozták is a működésüket. Csak egyetlen érdekességet hadd említsek ezzel kapcsolatban, bár a hitüket gyakorolhatták, de mégis tized fizetéssel tartoztak a Római Katolikus Egyháznak. Tehát minden jövedelmükből kötelezően tizedet kellett adni, de magának az egyháznak, tehát a Római Katolikus Felekezetnek. Nagyon érdekes ezeknek a hugenottáknak, vagy protestánsoknak az etikája. Azt látjuk, hogy a hitük meghatározta az egész életüket. Egyáltalán ez nagyon jellemző is egyébként ebben az időszakban az egész protestantizmusra. Tehát ők nem pusztán egy ilyen látszatvallás, nem pusztán egy, egy, egy olyan mozgalmat szerettek volna elindítani és létrehozni, amely más eszméket val, vagy más gondolatokat képvisel, hanem ők egészen komolyan gondolták azt, hogy a Biblia, számukra mérce lehet, és mérce is volt. Tehát azt lehet mondani, hogy az a munka -szeretet, amit látunk egyébként a Bibliában, munka és kötelesség szeretet, vagy kötelesség -tudás. Aztán az az erkölcsi példamutatás, amire nézve szintén a Szentírás ad hatalmas, hatalmas példát nekünk. Aztán az a takarékosság, amire szintén biztat a Biblia. Szóval ezek mind-mind megtalálhatóak voltak a hugenották életében. Példamutató társaság voltak tehát, példamutató közösség, de mégis azt látjuk, hogy szálka voltak az akkori államhatalom szemében, és az 1600-es évek, tehát a 17. század második felében bizony egyre nehezebb lett a helyzetük Franciaországban. Az 1660-as és 1670-es években zaklatásoknak és fenyegetéseknek voltak kitéve a protestánsok. Számos helyi rendelet született ekkoriban, amelyek korlátozták a hugenottáknak az eddigi szabadságát, és ezek a rendelek bizony meghatározóak voltak, hiszen megnyírválták mindazokat a jogokat, amelyeket eddig élvezhettek. Csak egyetlen adatot hadd említsek ilyen vonatkozásban, mert ugye a helyi rendeletek határozhatták meg azt is, hogy az adott területen mi épüljön. Tehát mondjuk református templom lehet-e egy adott területen, vagy pedig nem. 1610-ben 710 református templomról tudunk Franciaországban, ehhez képest azt látjuk, hogy 1657 és 1685 között ebből a 710 református templomból 590 leromboltak. Tehát mire elérünk 1685-höz, addigra azt látjuk, hogy a református templomok száma egész egyszerűen az ötödére esik vissza, tehát voltak éppen ennyire megtizedelődött a templomoknak a száma, a többit a földeltették egyenlővé. 1679-től egy újabb szakasz kezdődik itt a nehézségeket tekintve, hiszen 1679-től azt lehet mondani, hogy ez nem más, mint a nyílt üldözések és a kikényszerített hittagadás időszaka. Hiszen számos korlátozó intézkedést hoztak ebben az időszakban, tehát 1679-től kezdve, és 1681-től kezdve egy olyan borzalmas tényjel és, és egy, egy olyan vonulattal kellett, hogy szembenézzenek a franciaországi protestánsok, amelyek valójában veszélyeztették fizikai értelemben is mind őket, mind pedig a református vallást. 1681-től kezdve elkezdtek ténykedni az úgynevezett dragonyosok, vagy csizmás misszionáriusok, 14. Lajos a napkirály, aki ugye rendkívül hosszan uralkodott Franciaországban 1643-1715-ig, tehát ő volt az, aki ezt parancsba adta, hogy a dragonyosoknak kell faluról falura, városról városa járniuk, és meggyőzniük mindazokat, akik még protestáns hiten, protestáns meggyőződésen vannak, hogy térjenek át katolikus meggyőződésre. Ez a meggyőzés egyébként egyáltalán nem békés eszközökkel ment, tehát ugye ezt nem úgy kell elképzelni, hogy elkezdtek az adott családokkal vagy emberekkel beszélgetni. Szó nem volt erről, katonák egész egyszerűen erőszakosan beköltöztek embereknek a házába, kötelezően vendégül kellett őket látni, el tudjuk persze képzelni, hogy, hogy micsoda durvassággal és milyen eszközökkel voltak ott ezek az emberek, és addig nem távoztak, amíg az adott házban az áttérés katolikus hitre meg nem történt. Ez volt tehát a Dragonyosok tevékenysége 1681-től kezdve, de 1685-ben egy még nagyobb nehézséggel kellett, hogy szembenézzenek a franciaországi protestánsok. Kedves nézőink, eddig tudtuk áttekinteni az első részben a hugenották történetét, és itt fogjuk folytatni a következő alkalommal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!